A 2016-os szervezeti átalakításoknak az a célja, hogy kevésbé bürokratikus, adózóbarát és szolgáltatás központú adóigazgatás, adó- és vámigazgatás jöjjön létre. 2017-től ugyanis a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja elkészíteni. Ez a lehetőség a magánszemélyek széles köre számára lesz elérhető 2017. január 1-től. A kormány által 3 éve indított munkahelyvédelmi akció jelentősen hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez, és jelentősen hozzájárult ahhoz is, hogy a nők és a fiatalok foglalkoztatása Európában szinte egyedülállóan magas értékeket vegyen föl. Közel 900 ezer munkavállaló után tudnak élni a munkáltatók ezzel az adókedvezménnyel, és 2015. novemberéig, tehát mióta a munkahelyvédelmi akciót elindítottuk, 2015. novemberéig már összesen 346 milliárd forintot tudtak spórolni a munkáltatók ennek az akciónak a keretében. Azt mondhatjuk, hogy sikeres volt ez a magyar reform is, tekintettel arra, hogy a munkahelyvédelmi akciónak köszönhetően 26 éve nem volt annyi embernek munkája Magyarországon, mint jelenleg. Élen jár Magyarország a munkanélküliség csökkentésében, és élen jár Magyarország a munkáltatók terheinek a csökkentésében is.